Köszönjük mindenkinek, akik itt vagytok velünk, és együtt ünnepeljük a hangszeres élőzenét. Egy fun factet szeretnék elmondani. Tudtátok, hogy a Földünk tengereinek és óceánjainak mindössze 5%-a van felfedezve, annyit ismerünk belőlük. Hát gondoljunk bele, hogy azokban az ismeretlen mélységekben milyen hatalmas, óriási fenevadak rejtőzhetnek. Félelmetes vele gondolni. Erről szól a következő dalunk, ez a Thalassophobia! Miskolci Discord zenekar. Discord zenekar. Miskolcról érkeztetek, 2020-ban alakultatok. Ennyit elmondtam, én minden másról ti fogtok beszélni. Miért döntöttetek úgy, hogy szükség van egy ilyen, szerintem elég kemény zenekarra?
Igazából nagyon szeretjük ezt a zenét, mi magunk is, és nem igazán van Miskolcon főleg, és szerintem Magyarországon sem olyan zenekar, aki ezt a stílust képviselni, ezt a metalcore, modern metalnak az amerikai irányzatát. Mindenki átment egy kicsit modernebb hangzásba már, meg ezt a 2000-es éveket próbáljuk egy kicsit játszani, illetve sokféle zenét szeretünk azért, azt elmondhatjuk, és minden más stílus irányzatból egy kicsit próbálunk azért belecsempézni a zenénkben. Figyeljük a magyar zenei szférát, próbálunk mi is, hogy olyat csinálni, ami mondjuk hiányzik, vagy kevesebb van az országban. Ezáltal hát, ha mondjuk több lehetőséghez tudunk ugye jutni, mert egyre jobban ugye csökkennek ezek a lehetőségek, tehát nincs már annyi, hát ennek a zenének nincs akkora helye, mint régen mondjuk akár külföldön, akár most Magyarországon. Szóval igen, ezért választottuk ezt a stílust, szeretjük nagyon. Ennyit tudok hozzátenni. A legtöbb zenekarnál, akár rövidebb, akár hosszabb ideje mozognak a zenei pályán, előbb-utóbb előjönnek a tagcserék. Ilyen-olyan indokokkal. Ti mennyire érzitek azt, hogy most ez a csapat teljesen egybe van? 100%-ig, én azt tudom mondani. Igazából nem pont ekkortól játszunk együtt, amit mondtunk, hogy 2020, de azóta vagyunk együtt így négyen. Előtte voltak kisebb tagcserék. Én is úgy kerültem be ebbe a zenekarba, hogy a szólógitáros és a dobos már korábban játszottak együtt, és akkor megtaláltuk egymást az interneten keresztül. Na és hogy érzed magad ebben a bandában? Tökéletesen megtaláltam a helyem, ezt kerestem mindig. Mi volt ez a mozdulat? Hát merjen rosszat mondani a zenekar, mert nem, hogy örülünk tényleg, meg mi nagyjából egyszerre kerültünk be egy picit hamarabb, de szükség volt még egy ritmusgitárosra, és mi még énekbe is egymást így kiegészítjük, tehát az ismerő is hangszerrel énekel, meg én is, és ugye mondta is a zsűri, hogy jó lenne, ha csak énekelne, de mi meg így összefortunk, így négyen, és így nagyon nehéz még egy tagot bevenni, mert az már megint plusz egy, mint egy párkapcsolat, tehát mindenkinek meg kell ismerni a másiknak a dolgait, viszont mi megismertük egymást, és ez adta a másfél év alatt is kovácsolódott egy olyan barátság, ami szerintem erősebb, mint amit az idő mondjuk így igazolna, vagy ami az idő alapján lehetett volna. Maradjunk még egy picit a műfajnál, hogyha egy laikus vagy zenei műfajokhoz kevésbé értő ember meghalt titeket, akkor azt mondja, hogy hát ti nagyon dühös zenét játszotok. Miközben nagyon fiatalok vagytok. Kire vagytok ennyire dühösek? De az a helyzet, hogy három olyan dalt hoztunk el, ami nem a legdühösebb számaink közé tartozik. Tehát ennél még vannak dühösebbek is, és ha már ez az, akkor nem tudom arra, mit szóltak volna. Megkaptuk nagyon sokszor, hogy jó lenne, ha csak tiszta ének lenne, vagy ne lenne kiabálás, mert hogy az nem tetszik az adott embernek, de mi olyan zenét akarunk játszani, amit mi szeretünk, meg próbáljuk ugye ezt tartani, ezt a stílust, és nem hagynánk ki semmiféleképpen a dühösséget, nagyon jó levezetés. Mondjuk egy hosszú munkával egy nap után elmegyünk próbálni, és akkor ott ki lehet ordibálni magunkból az összes stressz, amit a világban így elszenvedtünk, vagy a napokban, minden napokban, szóval nagyon jó stresszlevezető. Változatos témájú dalokat írunk. Az első LP-nk, a Blindfold, az igazából ilyen mindennapi helyzetekről, szituációkról szólt. A világhelyzete, szerelmi csalódás kérdések. A következő számainkat, amiket most dolgozunk, az első nagylemezhez, az inkább már ilyen történetmesélősre írjuk, hogy van egy sztori, vagy van egy dolog, amiről olvasok, ami érdekel engem, és arról írok. Civilben történelem tanár vagyok amúgy, úgyhogy történelmi témákat próbálunk feldolgozni. Szeretem az ilyen rejtélyeket, úgyhogy rejtélyekről is szeretek dalszöveget írni, mint ez a harmadik dal is volt, amit hallottunk például. Akkor előfordulhat, hogy mondjuk az Aranybullának a történetét halljuk majd tőletek dühös előadásban? Azt már megírták. Azt már megírták, de nem elképzelhetetlen, hogy valami magyar történelemből vett dolgot is megírhatok ilyen stílusban. Na, erre mondjuk én kíváncsi lennék, meg utána, hogy ugyanezt mondjuk a fizikatételekkel hogyan játsszátok el. Na, de nem mehetünk el szó nélkül a tetoválásaid mellett. Azt mondtad, hogy te erről nagyon szeretsz beszélni, mert nagyon büszke vagy rájuk. Elképesztően néz ki a karod. Köszönöm szépen, én
gyerekkoromban is, amikor néztem az előadókat, akik a hasonló zenét játszottak, például ott volt a Linkin Parkból Chester Bennington, aki nekem így a példaképem. Neki például két láng csóva volt ugye a karján, az alkarján, és én már akkor láttam, hogy az a tetoválás, ez jó dolog, ez kell, és nagyon sokat néztem gyerekkoromban, nem meglepően a Dragon Ball című rajzfilmet, és azon nőttem fel, amiatt lettem például szemüveges is, mert túl közelről néztem a tévét, és tönkretette a szemem, és azt mondtam, hogy ezt nekem valahogy az életembe bele kell építeni. Nagyon színes a Dragon Ball, nagyon sok karaktert megmozgat, és volt egy kifejezetten, aki tetszett, és akkor őt csináltam meg, csináltattam meg ugye a bal kezemre. De van itt egyébként videójáték karakter, itt van Chester, ahogy énekel a mikrofonba, ilyen mozaikos kirakással. Tehát még tervezek mindenfelé, tehát hogy nyakra is. Az arcomat azt megkímélem, az maradjon ilyen babapofi, nem varratunk. Velú, te hogy állsz a Dragon Ball-lal és a színes tetoválásokkal? Soha nem néztem Dragon Ball-t. Nem tudom. És ebből ez... még nem volt köztetek konfliktus? Nem, ez volt a közös téma. Nem ez volt a közös téma. Ez valahogy nekem kimaradt az életemből. Lehet, hogy nagyon kisgyerekként a tévébe egyszer-kétszer rákaptam, de úgyhogy egyben nézem, az soha nem volt nekem. Nekem egy tetoválásom van, szeretnék majd a jövőbe csináltatni, csak szeretek járni plazmaadásra, és azzal meg nem összeegyeztethető a dolog. Hol fog tartani 10 év múlva a Discord zenekar? Hogyha egy koncert után ugyanígy leülünk beszélgetni, akkor szerintetek mi lesz a téma? Reméljük, hogy fogunk tudni játszani a legnagyobb színpadokon Magyarországon már akkor, de Dürerkert, A38 Budapesten, fesztiválokon, stb. Aztán elkövetkező nagy lemezünkről fogunk beszélgetni, 5.-6. lemezről, vagy meglátjuk, hanyadikig jutunk addigra. Az mondjuk szép terv. Én csak annyival egészíteném ki, hogy jobban fog valószínűleg fájni a hátam, mert öregebb leszek 10 évvel, de meg jobban leizzadok majd, de igen, hasonlóképpen. Tehát sok lemez szeretnénk, sok helyre eljutni, fesztiválokra, klubokba. Akkor 10 év múlva beszéljünk erről, meg Benónak a Dragon Ball-os tetoválásáról. Na, bármi meg lehet. Köszönjük szépen! A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.